és félbeszakadt a videó. Mint mondtam már, hogy főzni fogunk egy levest, ki vannak rakva az alapanyagok, van krumpli, paradicsom, paprika, zöldhagyma, uborka, kukorica, sárgarépa, spemót, száraz tészta, száraz kolbász, falona, akkor van majonéz, ketchup, mustár, olaj és szójaszósz. Na most, ezeknek az alapanyagoknak a neve is bele van írva ebbe a kis dobozba. Húzással fog történni. Most mi arra gondoltunk, ugye a kisunokámmal, hogy amit húzunk, azt teszünk a lábosba. Most ha ötször húzunk egy alapanyagot, akkor ötször bele fogjunk rakni a lábosba, mert ugyanis amit kihúzunk, az vissza is dobjunk. És meglássunk, hogy milyen leves tudunk ebből kihozni. Az eredményt a kihúzás után meg is főzzünk, ami azt jelenti, hogy vizet és ízesítőszert használhatunk utána hozzá. Arra az például olyan, hogy só, ételízesítő és a víz. Megint kidobta a kutya az ajtót. Na most kezdjünk. Amint már mondtam, három alapanyag már benne van a lábosban, mivel mi már egyszer ezt elkezdtünk, de közben jött a kisunokám papája. Na most a lábosban már van ketchup, ketchup, mustár és zöld borsó. Na most megint a kisunokám fog húzni egy papírt, meglássunk, hogy mit húz ki. Hagyma. A hagymát. Na, a hagymából egy csipetet teszünk. Meg is mutassunk a hagymát, tessék. Az a baj, hogy én annyira nem is szeretem a hagymát. Nem szeretem? Na, de azért a csipetet a kezeddel teszünk bele egy keveset. Úgy, ha nem szereted, akkor csak annyit tegyél bele, hogy mégis legyen. Hát, azért szeretem, de nem annyira. Így jó. Úgy, most akkor már van benne. De várjatok, ezt vissza kell különben. Igen. Na, én addig várok. Na, most én jövök a húzásra. Ez lesz az ötödik. Az ötödik. Ötödik. Jó, megkeverem. Igen. Jó, megkeverem, és egyet kihúzok. Na, lássunk, hogy mi lesz ez. Paradicsom. Paradicsom, mama. Ide van írva, paradicsom. Neked, mama, az a kedvenced már. Paradicsom. Na, akkor megnézzük, ebből is rakunk egy csipet, majd akkor te raksz bele? Igen. Rakhatsz bele, úgy, egy csipet paradicsom, és akkor felsorolom, hogy azért már mi van még most hát már. Elmondom én inkább. Jó. Van benne zöld borsó, van benne, vagyis cukorborsó, van benne paradicsom, mustár, újhagyma és ketchup. Így van. Ez már öt alapanyag. Most a kisunokámhoz megyünk. Félek. Hát nem tudom, milyen leves lesz. Hát én sem. Megint paradicsom. Hát az jó leves. Miért nem keverted egy kicsit meg? Nem felejtettem. Biztos kanállal akartad? Miért nem kicsit kézzel? De jó van. Annyi elég. De lehet, hogy még kell paradicsom. Paradicsom. Para-para. Úgy. Na most én jövök. Meg ez már jön. A hatodik. Hatodik. Félek, mama, előre. Ha olajat... Krumpli. Meg is mutatjuk. Így van. Én a krumplit húztam ki. Krumpli. Úgy. Hozhatod a krumplit. Visszadobjuk. Úgy. Na, megmutassunk a krumplit. Úgy. Föl van kockázva, és teszünk bele. Andiska, teszünk bele. Így. Kész. Krumpli megvan. Na, te jössz. A hatodik, akkor most ez a hetedik, ugye? Na, megint ketchup. Andiska szereti nagyon a ketchupot. Mert az Andiska állandóan a ketchupot, a mustárt és az ilyen egyéb dolgokat. Hát én nem tudom, milyen leves lesz. Hát nem húzunk bele egy kis kolbászt vagy valamit? Jó. Úgy én megvan a ketchup. Akkor azt mondja, hogy ez lesz a nyolcadik húzás. És idáig van benne, fősoroljunk, hogy mi van benne. Ugyanis van benne mustár. Mutatom gyerekek, van benne mustár, újhagyma, cukorborsó,
Ketchup, paradicsom, krumpli. És hát gyerekek, őszinte leszel, idáig nem tudom, mi lesz belőle, de hát... Én már félek előre. Akkor most éljél. Én már megkevertem, mama. Hát az én is belekevertem. Hát jó. Az de én már benne nem bízok benned. Chili, csak Csilla. Nem. Csak nem. Ott a chili az ott van bent, tudod, hogy a Sziszi az a hosszúkás. Gyerekek, ebben chili is lesz. Itt van chili, chili. Azaz. Marha erős. A marha erősből fogunk beletenni egy csipetet. Vagy inkább a liba erős. Nem, ez marha erős. Ez nem liba erős. Jó, egy nagyon kicsit, mama. Hát, ha már lúd, akkor kövér legyen. Nem, inkább mutatom, hogy mennyit fogok belerakni. Hogy? Ezt keverjem meg össze. Itt van. Marha erősből ennyit rakunk bele. Így. Nem baj, de mikor lesz. Akkor van benne chili is már. Na most megint a kis unokám jön. Ez lesz a 9. Az de még visz... annyi van ott csak, na. Na, mit húztál? Uborka. Uborka. Amit az én is írtam. Van. Az is van. Na, akkor itt van az uborka. Úgy. Annyi elég. Hát én nem szeretem az uborkát, ja, úgyhogy sok kell. Na jó. Akkor a 9, és most jön a 10. Az uborkát vissza is tettünk? Igen, ott van. Nem a papírt? Igen. Na, a 10. De az már volt húzva, az már olyan furcsa. Olaj! Na, hát akkor teszünk bele olajat. Végre egy kis olaj. Hát de hiába, hogyha még hús nincs benne. Hát azt... Hol van az olaj? Oil. Happy oil. Na, abból egy előkanállal. Rajta van az a marha. Majd ez lemegy. És akkor gyerekek, megvan a 10 húzásunk. De nem, azt... nincsen benne hús. Úgyhogy ki kell belőle húzni húst, arra nincsen benne hús, nem jó a leves. De leves lehet, ez zöldségleves is. Hát de... Nem húzálj hozzá hús. De mama, majd mondjak valamit én neked. Igen. De ki se húztuk még az egészet. Hát ez így nem lesz jó, úgyhogy húzzuk ki az egészet, hogy még jobb legyen. Hát de mindent nem tudsz kihúzni. Nem baj. Hát de úgyis nem. Beleírtuk mind. Hát de most... Ó, itt van benne, hogy anya. Micsoda? Anya. Nem tudunk annyit kihúzni. Hát ez 10 húzásról volt szó. Hát nem baj, de azért kell bele hús is. De nem akarunk most mi, nem fontos, hogy hús legyen. Hát de ez én... Val, ez így, ez, ebbe ez a játék. Életem, ebbe ez a játék. Nem lehet. Jó, de én akkor nem... Ez így nem jó, hogy csak... Na, akkor még valami... Akkor még 5 húzás lehet, akkor az azt jelenti, hogy 15 húzás, 15 és akkor húzás. Több húzás lenne. Na, akkor még mehet 5 húzás. Kotorjál oda neki. Zöld borsó. Na, azt még azt a picit beletehessünk. Bele akkor zöld borsót nem teszünk már vissza, mert az nincsen. Úgy. Idei zöld borsó a saját termés. Igen. Ez a kertemben egy már megvolt. Teljes, mama. Na, akkor még egyet húzunk. Hát megnézzünk a mamának, milyen szerencsés a kis keze. Melyik az, ami még nem is nem volt? Szeretném, ha nem lenne. Jaj. Olaj. Hát együnk bele olajat. Na jó, mama. De nem kell bele hús is azért. Hát de miért nem jön ide hús? A videó végén bele fogunk tenni tésztát. Bocsi, ez nem csalás, de biztos bele fogunk tenni tésztát, meg valami húsfélét, már ez nem lesz jó. Ebben szerintem nincs is hús írva. Gyerekek. Ebben nincsen hús. Hát akkor abba tenni fogunk a videó végén. Nem teszünk bele, mert csak az van benne, amit... De légy, mama. Na, olaj már 2 kanállal is van benne, akkor már nagyon finom lesz ez a leves. Na, az a második, most jön a harmadik húzás, addig nem csalunk. Jön a harmadik húzás, megrázzunk.
Na húzzál már ki valamit, vagy szalonát, vagy kolbászt. Hát jobb lenne a kolbász. Na mi az? Kolbász. Mutasd. Nem mutatni. Megnézheted? De ember mindig csak paradicsom, én már nem akarok menni. Jó, igazad van. Csaljunk egy kicsit. Hát ez már így nem ér, hogy mindig paradicsom, hogy ilyen zöldségek. Várja, mert lehet, hogy ebben a papírokban nincs is kolbász. Mi raktunk ki kolbászt. A virsli. Az, az viszont nincsen. De az húsvére, úgyhogy... Azt most húztam ki egy virslit. Úgyhogy... Akkor egy kicsit rakhatsz bele. Na végre. A virsli az húsvére, úgyhogy az jó, várja. De a szalonával mi lesz? Ma azt nem muszáj beletenni, hát most egyszer nem húztunk ki, akkor nem. De azért megmutatom a papírt, hogy én virslit húztam. Tessék. Ide van írva. Virsli. Most így fogom, vagy így fogom. Ez akkor virsli. Azt tegyük. Azt vissza. Már tegyük ide. Na, hát nem teszem. Hát. Na. És akkor még ez a 34. 14. Hagyma. Az új, már jó lenne vele már. Van új hagymánk. Jó, gusztán. És akkor most jön az utolsó, az ötödik. Hát ez már nagyon gyanús, ez meg, én már meg sem nézem. Mert ez már szerintem volt. Kuty, melyik, ami még nem de lenne. De nagyon kéne bele kukorica. És miért nem tudik? Még annyira látszok bele. A tészta. Nézzétek meg! Tészta! Az utolsó! Imádlak titeket! Hát ügyesek vagyunk, és ezzel már az utolsó húzásunk nézzétek, is megvan. Nézzétek, figyeljétek! Tészta! Hát összejött a levesünk, és akkor felsoroljunk, hogy mi van benne. Na, ó! Na, tészta! És akkor felsoroljunk, hogy mit is húztunk ki. Mik kerültek bele a levesünkbe? 15 húzásba. Azt mondja, van benne száraz tészta. Van benne száraz tészta. Van benne mustár, ketchup, cukorborsó, paradicsom, krumpli, újhagyma, és virsli helyett kolbász. Ennyi alapanyag van benne, semmi más, mert mindig ugyanazok jöttek a kezünkre. Mama, tudod mi? Ennyit, nézzétek, van répánk, meg kukoricánk. Hát de ezek nem sikerültek kihúzásra. Úgyhogy ebből egy nagyon kicsit teszünk. Igen. Hogy ne maradjon ki az is, na. Meg a szalonnából is. És ki nem maradhat, na. Miért nem? Szalonna az nagyon finom. Na most elbúcsúzunk, mert most elmegyünk, megfőzünk a levest, és utána visszajövünk, és megmondjunk, hogy milyen is volt. Hát, azért megmutatom nektek. Na, én addig beszélni fogok, ameddig a mama meg fogja főzni. Tessék, lehet látni? Nem lehet. Erre megcsinálom neked. Amit titkre látunk. Ezt most mi szépen megfőzzünk. Van benne. Ja igen, csili is van benne. Tényleg az ki is maradt. Abból is tettem bele legalább 3-4 cseppet. Úgyhogy most ezt fölengedem vízzel, és megfőzzünk. Na én addig, ameddig a mama fogja főzni, én addig beszélni fogunk. Fogok. Itt szoktam nézni, amikor időnt. Most nekem nem megy. Hogy mondjam, hát... Mindig elfelejtem, hogy nem szabad csúnyán beszélni. Na, úgyhogy fel, ameddig én beszélgetek veletek. Hát, úgyhogy fel, fogok csinálni egy pranket. Amit... Elmondom ezt a mamának is. Mama, hallod, tudod, hogy volt a régen egy nagyon régi prank, hogy betették a szobába a telefont, és
hogy izé, betettek a szobába, és izé, majd meglátod, hogy elmondom. Mi? Miért csinálok egy pranket? Hát, jó, de te is, mama. Az meg mi? Ez szójaszósz. Ja, mama. Az nem szójaszósz volt. Mama. Várj csak egy kicsit. Ja. Kóla, kóla. Jani, inni kellett. De ebből mi történt? Ja, nézzétek meg az én videós kutyámat. Várja, Dézi, Dézi! Van, és ott a nap is meleg is van. Jó, köszönöm a nézőknek. Sziasztok! Én Dézi vagok. Iratkozzatok fel én rám is. Akarok velem lászani? Akkor iratkozzatok fel. Sziasztok! Én Gizsó voltam. Én az én kutyám. Miért nem lehet látni semmit? Hát, de meleg van! Mama, addig te is beszéljél nekik, hogy... Ja, de közben beszél. Én elrakom a kettőmi maradék felkockázott uborkát, répát, paprika, paradicsom, kukorica és... Én rakom a kukorica. Ezeket elrakom. Azt hogy én nem már megösszed a kukorica. Következő levesre. Ez nagyon finom alapanyag. Meg a... Ami később folyamán, hogy meg is lehet enni. Ott mutatom a levest. Mindenki lássam. Itt föl a leves, ebben, nem abban a nagyban. Nem, a kicsiben. A kicsiben. Na, ma mondjál valamit a nézőknek. Most nem szeretnék valamit beszélni, de most pakolom el ezeket. De mama, az életedről, vagy valamiről, már... Csak főzésről volt szó. Jó, de azért beszélgetek. Csak főzésről volt szó. Te is fölfelé tartani magadnak, vagy legépsz. Finom. Van a kára. Finom a kukorica. Na, megnézzünk. Ha én nem vagyok pára, szerintem. Elkezdem az órakor. Ez kecsapos. Nagyon erős pistás. Igen. Van benne minden jóság. Van benne egy kukorica is, már nem csak. Illatra finom. És éreznétek ezt a jó illatot. Illatra finom. Tettünk bele egy kis ételvizesítőt. Már azért az kell, az nem csak. A víze annyira nincsen. De viszont illata már finom. Ja, tényleg ebben mit tészte? Jaj, oda milyen finom lesz ez a leves. Hát ez nagyon finom lesz, de mama, te is eszel velem. Persze. Nézőközönség előtt fogjuk megenni. És nem utána... ebédeltem volna, akkor még azt mondom, hogy jó. De már ebédeltem. Az én alapám kényszerít arra, hogy még egyet. Ja, majd lesz, mert te soha is egy videó máma. Lesz egy videó. Gyertek, miért vagy? Közösen megyek a kamerához. Ezt tetszik. Bezzel volt egyszer lakkerám. Hatalmas művő volt itt kell? Azért... Mi?
Apa, miért jött ide? Hát, én nem tudom miért. Nem, benne kaptam a magam. Ha vették föl a levet, lebeszéltek az ötletet. Hogy mondjam, hát... Most éppen a mamámmal vagyok, mert később meg fogom csinálni a leckét. Igen. Mosogatom, mama, csak hova vittem a kanalját? Megnézzünk a levest. Ó, mama, én majd kevergetem, jó? Hát akkor, ha itt állsz, akkor csináljad. Jó. Gyerekek, a ketchuptól olyan színe van, mint hogyha lett volna belerakva török paprika. Várj, egy kicsit. A ketchuptól olyan, mint hogyha lett volna belerakva török paprika. Nagyon szép. De jó. Benne van minden. Tészta, jó szaga van. Cukorborsó, nem szaga van, illata. Na mindig. Jó illata van, igen. A mai ebédünk különben nekünk. Én nem vagyok éhes, de ezt most meg kell kóstoljam ezt a levest. Már most spagettit csináltam. Meg is mutassuk. Spagetti volt csinálva, és tojás. Nem, salátaleves. És ez mi van? Abban van töltött paprika, de ezt most nem akartam megmutatni. Töltött paprika. Hát, ez már a mai fogásunk. Hú, de jó, hogy ennek mindig el kell dőlnie. Mama, mondjál valamit, mennyire finom. Finom? Kicsit olyan savanykás. Ez szerintem a mustártól. Megkóstolod? Hát persze. Fog, meg is fújogassad. Aha. De meg ki kell várni, hogy megfőjön. Hát a tésztának meg kell tudni még a maxa krumplinak. Ja. Erősen. Tényleg? Főleg a hagymával is. A hagyma nem erős, mert a zsenge. A zsenge új hagyma. Csáját, akkor nem lehet majd megjönni. Bocsia, csúnya beszéldél. Bocsánat, igen. Igen, nem akartuk. Csak elfelejtettük. Bocsia, csúnya beszéldél. Mi? Hát, ezt tényleg nem kellett volna most belemondani. Nem baj. Na jó, ha lépünk túl rajta. Muszáj volt ezt kiejtenem a kisoltán. Még tett a levesbe, Csibi. Jó van, de mások is ízés szoktak csúnyán beszélni. Így van. Jó, de az már egy másik dolog, de gyereknek sorsa beszélnek csúnyán. Gyerekeknek tilos beszélni csúnyán? Igen. Balán szaga. A gyerekek előtt is. Csúnyán beszélünk csúnyán. Mama elfelejtette.
még egy kicsit gábulni a tésztának. Hú, tudjátok már, hogy milyen jó napom volt? Kinek ez az ablakot? Nekem. Olyan lenne, mint egy ajtó lenne itt. Nem, ez egy ablak. Az unokám különben nagyon okos. Hát igen, ott egy okos vagyok. Mindenből. Mindenből nagyon okos. Jaj, az eszel úgy vágni, mint a borotka. Ja, különben mondok egy valamit. Ha ti is csináljátok ilyen, meg így kommentálnám. Írnátok valamit kommentbe, hogy írnátok azt, hogy mi legyen még nem, de milyen meg ilyesmik. Kéne ilyen videókat még csinálni, vagy nyomjátok meg a feliratkozó gombot, és nyomjátok még meg a csengőt, hogy nem tudok beszélni. Mi a baj? Nem tudok beszélni. Na, valami baj van? Keverd meg a leves. Az a baj, hogy íze vagy. Az ablak felé. Túl forró. Nem néztem annyira meg. Várjál, nem félre. Még a mama jó? Jó. Jó, hidik. Hidd már meleg. Mama, aha, sok lesz a vízszámlád. Most lezártunk a levest. Egy kicsit várunk vele a hűgyen. Nagyon könnyű volt megcsinálni. Őszintén könnyű. Alig várom, hogy ne kóstoljam. Különben láttok engem? Annyira sötét van. Most már ilyen becsik. Most már így látni tudok. Ez volt az. Így befogom. És kész. Egy, kettő, három! Wow. Elég várom, hogy így... de jó ide van. Más szaga. Már így mozog így a fejem, arra megy így a szemem. Amikor én csak a telefonomnak akarom tartani, erről beszélni meg így, elmegy arra. Mutáns. Láttok már valaki mutáns ember? Én még soha. De szellemeket már ide. Nézzetek el, tartja a lábam, segítség! Na, akkor ember nem tört el csak itt. Eltölt a kis lábni. Na nézzük. Álltam. Húzom a kis merőkanalat. Nem vársz még egy kicsit? Nem. Na akkor. Hanem biztos, hogy kívül. Kis merőkanal az a más. Várjál. Nem is tudom, hol van. Itt van. Na, mindenkinek merek egy kis levest. Egybe meré, jó? Jó. Nem mindenkinek. Mert nem vagyok éhes, és mondtam, hogy megkóstolom. Na, mindenre rászedsz. Ez a légy is kell vele. Most az nem olyan sok. De perfekt munka. Kicsi lény? Jó, csak még kell egy kicsi lény. Odafigyelj, mert forró, jó? Ja, tudom. Óha! Na, mindent meg kell kóstolni. Na, most jön a finálé, aki mindenki erre várhatott.
Kolbászal akarom megkóstolni. Na, Andiska, fújjad meg, jó fiam. Lehet, hogy erős lesz, mert csili is van benne. Finomnak jó, de ez... Savantás? Hát nem tudom, ki rakott bele, kell csak vízé, még bele ilyen csilit. Nem én voltam. Nem. Én se. Érződik, hogy nagyon erős. Na, megkóstolom. Várjál, hagyj igyek már belőle. De különben finom. Várjál. Igen. Oj, nem sorosan látnak. Finom. Én nekem mondom, hogy ízlik. Tényleg finom. Ezt is csináljátok, hogy már tényleg nagyon ízlik. Ebben van ketchup, muskár, étolaj, cukorborsó, krumpli, paradicsom, kukorica. De ez különben zöldségleves. Hát igen, nagyon finom lett. Ezt most ketten a kisunokámmal hoztunk össze. Összekreváltunk egy levest. A pöttyös bögre megvan, de visszarakjunk. Úgy értve, mama, gratulálok, de ez nagyon finom lett. Na, örülök neki. Nem is egyedül főztem, hanem kettem. Hát igen, az össze van hozva. Már azt már mióta szervezzük? Most sem jó lett megszervezve, de nem. Nem baj. Majd holnap lesz, majd egy videó, mama, meg kell ígérned. Na, ne izzavartak, mert közben meg jöttek is ide. Akkor abban vettünk a videót. De most már ki is köszönhet szerintem. Na. Na, aki megnézte ezt a videót, mindenkinek. Legyen szép napotok. Legyen jó étvágyatok. Ti is csináljátok, hasonló hát, hát, de ne csináljátok meg videóra, csak csináljátok meg. Mustárt azt ne rakjátok bele. Nem szereti a csilit, az se. Nem, nem főképpen ugyanilyen kell, csak ilyen leves lehetne csinálni. Az a nagyon jó. Merünk ajánlani, mert külön. Igen, találom leves, mert ki mit húzott, az lesz belerakva. Mama, hallod? Majd este majd eszel belőle? Én? Igen. Megeszem is. Ja. De tudod, hogy én mama most edényel? Hát csak kóstol meg már a krumplit. Igen. Mert mit kell főni? Hát nem, nem kell még főni. Lefogyott a kolbászom. Majd kolbászonnal lesz bele a videón kívül. Ez is már nagyon sok videó. Csak a tésztát meg a réteg meg. Nagyon nagy videó lett, úgyhogy el is köszönök én is. Sziasztok! Mama is elköszön. Sziasztok! Sziasztok! Úgyhogy fogunk még majd találkozni. Nagyon szép napotok! Én minden jóba benne vagyok, amit a kisunokám kitalál, én megcsinálom. Hát ez nagyon finom is volt. Minden jóba benne kell, hogy legyen. Na, sziasztok! Sziasztok!